Múlt héten ismét egymásnak feszült Matolcsi és a kormány, mivel abszolút nem egyforma véleményt formáltak a változó kamatozású hitelek tekintetében, ugye az új hitelfelvételekre vonatkozólag. A Nemzetgazdasági Minisztérium pedig közölte, hogy lecserélik a bubort, és helyette egy másik mutatóhoz, a diszkont kincstárjez értékéhez kötnék számos hitel, hazai hitel kamatát. Ezzel ellentétben pedig a jegybank határozottan lesöpörte ezt a javaslatát szakmai érvekkel alátámasztva. A tegnapi napon pedig bejelentésre került a kormány részéről, hogy végül nem váltják le a bubor értéket, hiába folytattak látványos csörtét érte, viszont így is olcsóbbak lesznek a hitelek a jegybank nyomására. Igazából semmi mást nem mutatott a múlt heti cicaharc, csak pusztán azt, hogy a kormánynak valójában fogalma sincs, hogy mit csinál az egyik keze, és aztán pedig a másik. A szakmaiságot és a következmények felmérését mellőzhették a bejelentésükkel és követelésükkel egyaránt. Ezzel pedig teljesen igazolták azt, hogy szakmaiságból igazából megbuktak. A napokig folyó üzengetéssel, csörtével pedig pusztán azt érhették el, meg el is érték, hogy a forint árfolyamot rángatták ezáltal. A jelenlegi gazdasági helyzetben és a magyar inflációt tekintve pedig éppen azt kellene mellőzni, és olyan intézkedéseket hozni, ami nem csak a gazdaságot, hanem a magyar emberek érdekeit is védi. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom egyértelmű és szakmai megoldásokat követel a továbbiakban is a változó kamatozású hitelekre. Ennek felülbírálata pedig nem csak a közeljövőben, a jövőben megkötött vállalati hiteleknél kellene, hogy felülbírálat alá kerüljön, hanem a mielőbb górcső alá kellene venni azokat a változó kamatozású hiteleket, amik ugye már meglévő vállalati hitelek és lakossági hitelek egyaránt, főleg annak tudatában, hogy ezek a változó kamatozású hitelek nagy része ugye devizahitel még mind a mai napig sajnos. Hatékony, szakmai és radikális változtatások kellenek a bankszektorban mielőbb, és nem elhamarkodott szakmaiatlan döntésekre kellene alapozni a nemzetgazdaságunkat.